Rekordot döntött az ELTE-re jelentkező diákok száma az idei felvételi eljárásban. Több mint 13 ezer tanuló jelölte meg első helyen az Eötvös Loránd Tudományegyetem valamelyik képzését. A tavalyi felvételihez képest 1000 fővel növekedett a jelentkezők száma. A legnépszerűbb szakok között szerepelt a programtervező informatikus, a jogász és a gyógypedagógia, valamint a pszichológia képzés. ELTE biológia és az ELTE pszichológiára jelentkeztem. Várom a barátokat és a bulikat, de várom az új kihívásokat is. A bulira nem kellett sokat várni. A Pont Ott parti szervezői a Hősök hip-hop koncertjével oldották a fiatalok hangulatát. A felvételizőkkel együtt bulizott az ELTE Hök csapata, akik külön standdal fogadták az érdeklődő kólyákat. A idei tapasztalatokból is az jön le, hogy egyébként a legkiválóbb hallgatók jelentkeztek az ELTE-re, és a legjobb emberanyagból kezdhetjük meg a jövő évet. Az egyetem sátránál a hallgatói önkormányzat ELTE-s ajándékokkal várta az odatérőket. A fiatalok tájékoztatást kaptak a gólyatáborról, beiratkozásról és képzésekről is. Minden egyes karról egyébként van 2-3 hallgató, aki tájékoztatja az érdeklődőket arról, hogy mi várható rájuk nézve az első fél évben, az első évben. Mindenkinek egy olyan kezdő információs csomagot tudunk biztosítani, amivel egészen magabiztosan kezdheti el a következő évet. Este 8 órakor a felvételizőket már csak egy gombnyomás választotta el a ponthatárok kihirdetésétől. A kivetítőn egymás után jelentek meg a sorsdöntő eredmények. Hamarosan mosolyok és örömkönnyek töltötték meg a teret. Az ELTE standjánál sorra jelentek meg az újdonsült gólyák. Voltak olyan hallgatók is, akik már visszatérő vendégek az egyetemen. Magát az egyetemet azt nagyon szeretem, tök jók a programok is, nagyon jó így a, nem tudom, a hők is tök jól működik, meg ugye a hallgatók is tök jól együtt vannak. Nagyon tényleg jó a szelleme az ELTE-nek, meg azért neves egyetem is. Ahogy néztem az előző éveket, úgy gondoltam, hogy felvesznek, de azért izgultam, hogy nehogy ugorjon a ponthatár. Szeretnék nagyon sok új embert megismerni, új barátokat szerezni, és hát természetesen elvégezni, és utána elhelyezkedni vele. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a legnépszerűbb felsőoktatási intézmény lett a 2018-as felvételi eljárásban. Ezt a magas ponthatárok is jelezték. Szeptembertől mintegy 10 000 hallgató kezdheti meg tanulmányait az ELTE-n. A 384. tanévét kezdte meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Néhány napja még üresen állt az egyetemtér, már azonban nyüzsgő diák zsivaj tölti meg a placot, izgatott gólyák osztják meg egymással első benyomásukat és tapasztalataikat az egyetemi életről és nyári táborokról. Nem csoda a nagy lelkesedés, hiszen néhány hete még együtt izgulták végig a Pont Ott parti felvételi eredményhirdetését, most viszont már ELTE-s polgárokként köszöntik a tanév kezdetét. Pont ott partén nagyjából tudtam, hogy fel fognak venni, mert azért tudtam a pontjaim, és elég jó volt. De kicsit olyan, hogy így beteljesült az, amire 4 évig készültünk középsuliban. És hát most még így nagyon igyekszem kielvezni ezeket az első napokat. Egyetemi légkört, egyetemi életet, hogy így bejárunk, nem mindig 8-kor kezdünk, ki tudunk menni kávézni. Nagyon nagy a szabadság, nagyon-nagyon tetszik. Nagyon szimpatikus a közösség, meg jók voltak a programok már az orientációs napokon is. Én nagyon jól érzem magam itt. Az ELTE híradó stábja a bölcsészettudományi karon is meglátogatta az első éveseket, akik szintén összekovácsolódtak a gólyatáborok során, így nem idegenként üdvözölték egymást az első tanítási napon. Nagyon jó közösségépítő programok voltak, nagyon sok nagyon jó fejemberrel ismerkedtem meg a szakomról is, meg más szakokról is. Hatalmas buli volt az egész igazából. A középiskola falai közül kilépő diákokat kíváncsisággal töltötte el, milyen is lesz a nagybetűs egyetemi élet. Hamar kiderült azonban, hogy aggodalomra semmi okuk sem volt. Először azt hittem, hogy nem lesz annyira személyes hangulatú az óra, de most több szemináriumon is részt vettem, ahol csak 15 fős csapat van, tehát így végül is olyan a hangulat, mint egy középiskolai osztályban. De egyébként persze több a követelmény, de szerintem ugyanúgy sikeresen teljesíthető, mint a középsuli. Nem éreztem magamat annyira felkészülve, viszont nagyon jó tanáraim vannak. Most volt világirodalom órám, ami fantasztikus, szóval így minden ilyen átfogóan így elmondtak mindent, és így nagyon jó volt így jegyzetelni és önálló véleményeken gondolkodni.
A hivatalos tanévnyitó ünnepséget a hagyományokhoz híven az Aula Magnában rendezték meg, ahol Borhi László rektor köszöntötte a hallgatókat, majd megnyitotta az Eötvös emlékévet, amely Eötvös Loránd halálának 100. évfordulója alkalmából az intézmény névadójának állít emléket. A tanévet egész éves rendezvénysorozattal az ő emlékének szentelik. Úgy gondolom, mozgalmas tanév áll előttünk, és noha sosem lehetünk teljesen elégedettek, mindig törekedhetünk arra, hogy hibáinkat kijavítva jobbá váljunk, és méltó módon használjuk a ránk hagyott örökséget, amelyet ez esetben az Eötvös emlékév is felelevenít. Hisz ha belegondolunk, örökölni nem csak annyit tesz, mint átmenetileg megőrizni egy-egy emléket, hanem annak a lehetőségét és felelősségét is magában hordozza, hogy gyarapítása és tovább örökítése révén mi is hozzájáruljunk ahhoz, hogy végül valóban örökké valóvá legyen. Az ünnepi programot követően a résztvevők megkoszorúzták Pázmány Péter emléktábláját és Eötvös Loránd mellszobrát, illetve felavatták a 120 éves Budapesti Egyetemi Atlétikai Klub új emléktábláját, amely az AJK épületének földszintjén kapott helyet.